ahol betették bele magukat a karácsonyi zűrzavarba. Nehéz dolguk lesz, mert másnap már szent este, és rengetegen vannak ilyenkor a boltokban. Hiszen szinte mindenkivel előfordult már, hogy elfelejtett valamit, és ezt gyorsan pótolni kell. De mi alatt virágék vásárolnak, vajon mi történhet Ferencnél és Máriánál, avagy anyósinknál? Nem is beszélek tovább, inkább nézzük. Most olvasom, hogy mekkora divat lett a sushi. Nem értem, szerintem akkora mélység. Ki eszik nyers halat meg algát? Fú! Aha. Te! Tudod, milyen nap lesz? Nem. Miért? 24-e, december 24-e, szenteste. Igazán, milyen gyorsan telik az idő. De akkor miért nem a konyhában vagy? Sütsz vagy főző? Miért ki? Az már nem az én dolgom. Akkor ki? A drága látos menyedék. Tényleg, virág, mikor megyünk hozzá? Ha, hogy mikor megyünk, még fel sem hívtak. El sem tudnak a kintet. Szia, virág, hogy holnap? Hétre. Nagyon nagy örömmel. Várjuk már. Szia, csillag. Na, ott terem az ördög, ahol emlegetik. Nem hiszem el, most már elég. Mi a bajod abban a szerencsétlen lányom? Hogy mi a bajom vele? Az, hogy egyáltalán nem a mi fiúkhoz való. Áldoz egy értelmes, jóra való, jól nevelt gyerek. Pontosan, ahogy virág is. Persze, tényleg, az a lány nem a mi fiúkhoz való. Neveletlen, szerepúdi, meg egyáltalán. Ki vesz feleségünk egy növényt? Komolyan, de annak idején nem volt elén helyzet anyósokban? Nem voltam, mivel én virág pontos ellentétje vagyok. Én nem legyeskedem mindenhol, meg mindenki körül. Arra is kíváncsi vagyok, hogy milyen ajándékot kapok. Az ajándék a legkevesebb. Szerintem karácsonykor nem is kell ajándékot venni. A karácsony a szeretet hozza, de ha valaki ajándékot ad, akkor az a legszebb, a kézzel készített. Na ebben egyébként, az ajándék az fontos. Sok mindent elárul arról az emberről, akitől kapjuk. De ha kapsz valamit, szinte használhatatlan, de annál gicsesebb vagy drágább dolgot, akkor az illető csak kivitálja a listáján, hogy ajándék. Erre számítok virágtól. Szerintem virág nem ilyen ember. Jó, hagyjuk. Majd holnap meglátjuk, hogy mi lesz. Edina és Virág még másnap szent este délelőttig is az üzleteket róttak. Végre végeztek a vásárlással, megvívták a harcukat az utolsó tenyérét, kiállták a vége láthatatlan sorokat a pénztárnál, és átfedőtték magukat az óriási fordban. De legalább megtanulták, hogy nem az utolsó pillanatban kell vásárolni, mert bármikor becsúszkat egy-két hiba a tökéletes tervben. Nem igaz? Hát szerintem derítsük ki. Peti, Ádi, mi a betesója, annak pedig a felesége.
hideg összeroppanás szélén áll, mivel nincs fa. De vajon Edina honnan fog fát szerezni december 24-én délután 2-kor? Meglepetés lesz mindannyiunk számára. Az biztos, hogy virág vérnyomása az egekben, többiek pedig a fogban indulóban. Lássuk, mi süti a dolog volt. Szuper! Még van három óra. Még jó, hogy a zsáron napokkal ezelőtt megcsinálták. Ádi meghozta a tortát, és elmegy az anyukája járékhoz, aztán együtt jönnek vissza. Hol lehet együtt? Fogalmam sincs. Szerencsétlen honnan fog fát szerezni? Nem, én most elmegyek.
nézzük meg az ajándékokat! Egy dió, pedig igazán nem kellett volna. Egy tekercselő. Hogy is mondjam? Nem tetszik, igaz? Úgy tudtam. Bocsánat. Meg esni, drágám. Azt a virág, honnan tudtad? Sem tanított, mégis elkészítettek, csak azért, hogy örömet okoz, pedig rengeteg időket kell. Ez a tízzel készített a lendék a legszebb. Ráadásul pont szükségem volt egy fókesztyűre, mert a másik megégett. Ferenc, igazad volt. Örülök. Mirá, köszönöm szépen. Azt hiszem, félre is meg. Csodára, hogy ennyit dolgoztál, hogy örömet szerez. Szerintem én annak idején nem igyekeztem ennyire, mint most te. Tudom, hogy nehéz lesz, de nem kezdhetnénk előről. Minden vágyam. Edina, ha már itt tartunk, nem is olyan rossz ez a fa. Csak azt szeretnék kérdezni, most akkor nincs a csoló? Hát ha megfelel, akkor zserbó az van. Ötökének. Szeretném megköszönni a gyermekeknek, hogy amikor azzal az ötlettel álltam elő, hogy karácsonyi műsort szeretnék, akkor ők nagyon lelkesen fogadták. Igaz, hogy időközben az ő lelkesedésük lankadt, akkor én bíztattam, amikor pedig én akartam feladni, akkor odajött hozzám ott egy gyerek, és azt mondta, hogy ne féljen, találjuk! Nem megcsináljuk, nem hagyjuk szégyenbe. És új erőkkel minden nap újra kezdtük. Szeretném megköszönni a kollégáimnak, minden kollégámnak, akik amikor ők is meghallották, hogy műsort szeretnék, egyből megkérdezték, hogy hogyan segíthetnének, és mindenben segítettek, mindennel. A szülőknek is szeretném megköszönni, mert bizony a szülők is voltak, akik segítettek. Volt olyan szülő, akit az úton állítottam meg, és mikor segítségét kértem, egyből azt mondta, hogy persze, hogy ne. Voltak, akik kellékeket hoztak, akik segítettek áthordani a kellékeket. És nem utolsó sorban szeretném megköszönni azoknak a gyerekeknek, akiknek nem jutott szerep, vagy éppen visszadobták, de ők is segítettek az áthordásba, itt a háttérmunkába, úgyhogy itt az egész, ez a műsor, ez egy egész közösség munkája. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok és boldog új évet. A gyermekek maradjanak itt, mert még itt össze kéne szedjük holnap reggel át a kultúrt, és ha egy-két apuka itt marad, hogy a székeket is összegyűjtsük, akkor azt is megköszönjük. További kellemes tépestét kívánok!